Szevasztok, srácok! Vágjunk bele a Lies of P végigjátszásába, ugyanis már nagyon vártam a játékot, és ugye a Deluxe kiadás előrendelői 3 nappal megjelenés előtt el tudják indítani a játékot. Szóval megjelenés előtt egy picikét belevágunk, de előtte én tegnap este már ugye elindítottam a játékot, és állítgattam ezt-azt, és megnézem most, hogy ezek megmaradtak-e, mert azóta frissítettem a videokártya drivert, hogy az kicsit belepiszkálta, de ahogy látom, nem. Főleg itt a grafikánál vagyok rá kíváncsi. Igen, a 4K megmaradt, a DLSS quality szintén, sharpness szintén megmaradt, és akkor minden maxon van, besten. Jó, rendben van. Jó, akkor megmaradt minden, vágjunk bele. Na. Remélem, hogy a hang az jó lesz, ha nem, akkor majd picit lejjebb vagy feljebb vesszük. Can you hear me? Igen, hallok. Pillangó. Reggeli ébresztőm. Nem szponzorált. We need your help. Na. Pinocchio, szükségünk van a segítségedre. Ugye pár hónappal ezelőtt én a játéknak a demóját végigjátszottam. Csak már arra nem emlékszem, hogy az PC-n vagy PS5-ön. De ezt most nyilván PC-n fogjuk tolni. És állítólag azóta visszajelzések alapján egy picit könnyítettek a játékon, mert sokak szerint nehéz volt. Hát, kíváncsi vagyok. Mert egyébként nem volt nehéz a demó sem. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Kaptunk egy ilyen lámpát. Felső öv, alsó öv, igen, és az X-el váltunk, vagy használjuk a tárgyat, jó? És hogyha az A-t nyomom hosszan, akkor ugye átváltunk a másik ilyen extra övre, vagy zsákra, és ott meg tudok váltani a tárgyak közt, jó? Ó, igen, ez fog nekem majd kelleni. Ugye a játék az úgy működik, hogy a fegyvered az folyamatosan ugye rongálódik, és azt neked akár harc közben kell majd mindig megélezni. És ez a tárgy, amit itt én most kiválasztottam, azzal tudom majd élezni a fegyvert. Igen, az utcák nem biztonságosak, és szükséged van a fegyverre, hogy megvédd magad, bla bla bla. Na. A demót én a Dex fegyverrel nyomtam. És az ilyen pöci-pöci, ilyen rapír volt. Szerintem most is az lesz. Na. Gyere csak! Pöci! Azt kérem. Ezzel tudunk majd életet tölteni, tudjuk. Azt el tudom onnan föntről tüntetni? Amúgy. Egy picit idegesít, hogy írja nekem a játék, hogy melyik gombbal mit csinálok.
Guard, LB. Ja igen, tudok védekezni, meg van Perfect Guard. Na, eltűnt a vér a ruhámról. Élesz vissza a fegyver. Az LBY mi volt már? Na majd. Itt úgyis van bent bujkálva valaki. Gyere csak, hopp! Egy, világítsunk! Adjál életet. Cső. Jaj, most jön az analiti. Kaptunk érte egy troféját. Na várjál, hogy volt ez? Kaptam ilyen nézéket tényleg a Deluxe-hoz ruhákat. Jó. De engem most az érdekel, hogy ez lesz majd ugye a zseblélek. Fegyver. Igen. Itt vannak a ruhák. Ezt vett fel. Jaj, de csini vagy. Na, ezt ad ide nekem. Jaj! Így, az a szemüveg, az menő. Add ide. Itt vannak ezek a tárgyak, igen. Ezzel tudok dobálni, az megvan, jó. Gesztúrák, equipment, bag, gesture. Jó, még egy pit... ezt kerestem, amulett. Nincsen semmi, amit fel tudnék venni, jó. Lalalalala. Cső. Gyere csak. Ez nem tudom mi. Kis zseblélek. Azt hiszem, most valami nagy csókát kell legyőznöm ahhoz, hogy megszerezzem a kölcsöt, hogy ki tudjak innen menni. Lock device, tudjuk, vannak ajtók, amik csak a másik oldalról nyílnak, és ez is egy olyan ajtó. Most összeesik, intéztem. Azt megélsz.
Nem áll. Na, megvan a kulcs. Ezt kell nekem. Ugye? Na, van. Ah, így jobban látom. Ah, így jobb a védelmem. Jó, ezt kell nekem. Adjad ide nekem. Adjál némi életet. És igen, mivel most elfogyott a healem, most hogyha elkezdem csapkodni az ellenfeleket, akkor egyet vissza tudok tölteni. De az csapkodni kell ellenséget. Na hát igen, ez a játék ez még mindig jól néz ki. Igen, tudjuk, Bonfire. Kaptunk ezért trófeát. This is called a Stargazer. Stargazer, Bonfire. Stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Jó, hát nekem először is kell a levelük. Jó, és akkor a vigor az ad nekem staminát. Nekem nem stamina kell. Fú, melyik a... Szerintem a technik kell nekem. Ezek védelmeket adnak. Nem. Capacity. Igen, ez a teherbírás lesz. A vita az HP. A vigor stamina. Jó, nekem technik kell. Így, adjál level up. Jó. És akkor még megnézzük, hogy... Hát ez túl sok nem volt. Jó. De arra elég volt, hogy tudjak lépni még egy szintet. Úgyhogy adjál életet is. Jól van. Kutya!
Na. És ez elvette mind a három pöttyömet. Az derék. Ez mind három pöttyömet elvett. Éj, ott is egy tárgy. Ezt vissza kéne tölteni valahogy. Az a baj, hogy szerintem mire eljutok oda, hogy boss, összejön annyi XP, hogy tudok szintet lépni. Tényleg most neked ez most nagyon fog fájni, haver. És akkor respawnol tartottam az összes ellenséget. Emlékeim szerint ez az ajtó másik oldalról nyílik, úgyhogy nem is próbálkozom vele. Jó. És majd erre lesz a boss, csak ki kell nyitni a kaput. Jó. Már tudok szintet lépni. Na majd. Úgyis lesz shortcut nem sokára. És majd akkor. Tud, de veszett jól néz ki a játék még mindig. Mondom ezt úgy, hogy még meg kell jelent, még mindig. Jó, azt is majd a mondani vesszük fel. Fury attack. Szóval egyébként az a lényeg, hogy van a blokk, vagy a perfect blokk, ami lényegében olyan, mint a parry, hogyha védekezek, akkor ugyanúgy sérülök, viszont egy halvány piros csík lesz az életerőmnél, és hogyha támadok, akkor hasonlóképp, mint a Bloodborne-on vissza tudom tölteni életemnek egy részét, hogyha ha eltalálok vele ellenséget. Ez nem egy haszontalan dolog, és érdemes lesz majd erre figyelni. Né. Hé, kutya! Figyeld már, hogy jön. Ezt meg feje sincsen, honnan tudta, hogy itt vagyok. Hú, az anyáda!
Ezt nyisd ki nekem. Ez most szép és jó, összejöttem ide. A demóban itt volt Bonfire, csak az éme ott van. És úgy emlékszem, hogy itt a demóban mindig meg kellett futni ezt a távolságot. Tehát itt a demóban az mintha nem lett volna Bonfire. Tehát biztos, hogy nem volt. De ne rakd vissza a storage-ba. Hanem használd el. Meg itt meg lehet venni, ha minden igaz. A másik kettő kezdő fegyvert. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes, and you ought to buy something while you're at the festival. Ja, szeretnék venni ezt. Out here alone? Ez volt az, ami nekem kell, ugye? Igen, ez elektromosságot rak a fegyverre. Add ide. Ez mit csinál? Na, ezt el lehet dobálni. És ahogy mondtam, meg lehet venni a kezdő fegyvereket. Na, azt mondja. Level up. Nem tudok, mert... Komoly! 40 kell! Tessék, ez ad annyit. Mennyire megy fel az életem? 304-re. 280-ról. Na, illetve kell nekem ez. Na, hát akkor jött az első boss. A porondmester. Az ő ruháját hordom, nem? Meg az ő sisakját kaptam meg Deluxe-ként. Let's see.
ebből a katalizt. Fragment. Ergo fragment. Bábok nem mehetnek be, bla bla bla, tudjuk. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. Aha. So you'll have to lie to get inside. Igen, 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 szóval tudjuk, hogyha be akarunk menni, akkor hazudnunk kell majd. És állítólag a játéknak van több befejezése. És az, hogy melyiket kapjuk meg, függ attól, hogy mennyit hazudunk. Érdekes lesz. Jó, hát elvileg egy Pinocchio játékról van szó, az meg nyilván a hazudozásról szól, hogy milyen rossz dolog hazudni. Hidden Moonstone. Ezzel tudunk fegyvert fejleszteni, ha jól emlékszem a demóból. És itt lesz bent a kovács, csak az, hogy ide bemenjek, hazudnom kell. Meg fogják kérdezni, hogy ember vagyok-e vagy sem. Jó, hát itt most nyilván a játék belekényszerít minket abba, hogy hazudjak. Ki vagy? Ember vagyok. Az első hazugság. Kaptunk egy ilyen trófeát. Na, mondom, open. Először azt hittem, ennyi lesz a demo, de nem. A demóban picit több minden volt, mint amire számítottam. Lies of... Viszont a demóban, ha jól emlékszem, ez a cinematic nem volt benne. Ja, ez nem volt benne. Erről a játékról egyébként a Bloodborne, meg a Steel Rising jut eszembe. Jól mondjuk, egyébként nem titkolták, hogy hangulatban, meg minden nagyon sokat merítettek a Bloodborne-ból, és ez érződik is a játékon. De ez a robotos, meg bábos téma, ez nagyon Steel Rising. Arra is rá kéne nézni, hogy jött-e hozzá a DLC. Mármint, hogy az első után még egy esetleg. Az egy kurva jó játék volt amúgy. Aha. Jó van, úgy hallom, a játéknak a zenéi azok nagyon ott lesznek. Töltőcsik, ezek mindig zseniális. Na, a továbbiakban őnála fogunk szintet lépni, nem pedig a Bonfire-öknél. I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first.
He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans, and that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. Mm-hmm. I'll explain more once you find him. Na, itt tudunk szintet lépni. Érted, a játék még csak most írja ki, hogy hogyan tud szintet lépni. Hát nem mondod. Adjad a magét. Look at Gemini. I think he's in shock. Gemini is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait. Take this pocket watch. Kapunk egy órát. It's a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Mm-hmm. Be careful, clever one. Clever one. Aj, de ismerős nekem, ez csak nem ásem van után. Na, a kovácsunk itt van. Tudok-e fegyvert fejleszteni, mert alapanyagot találtam hozzá. A kérdés, hogy elég-e? Geppetto left it with me. Mármint nem tűzzel elége, hanem hogy... van-e annyi mennyiségünk? Kaptunk tőle egy ilyen bizét. Grappling bizét. The sound of it alone. Ott egy macska. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Jó, tudom, azért vagyok itt. I know my way around a weapon. Igen. Na. Ugráde. Igen, van múlszónom, és segít fejleszteni. Na, és egy elég is hozzá. Fejleszt. Plusz nullásból lett plusz egyes. És a következőhöz kettő kell már, jó. Az Alter Handle, ez mi volt? Igen. Aha. Hát ilyenem viszont még nincsen egyik sem. Tudom resetelni, és akkor be tudom állítani, hogy melyik statból skálázzon jobban majd a fegyver. Hogyha ezt rakom be, akkor rögtön a skálát fog kapni. Technikre. Csak az olyan kavics kell. Technikrank. Hát, jó, hogy tudja, hol fogok olyat találni. Szia, Cita! Meg ne fúj! Kaj. Akkor kap be. Köcsök. És akkor elvileg itt kint tudok gyakorolni. Meg tudom nézni, hogy ez ilyet csinál. Ööö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 ö
gondolom, hogy ezeket itt vásárolgatunk, meg mi egymás, meg ugye én magam állítom össze a fegyvereimet, hogy mi legyen a pengje. Tehát ott a pengét tudom külön cserélni, meg a markolatot. És lényegében ilyen pöci-pöci fegyverből tudok majd csinálni. Hogy is mondjam, tehát én
fölveszek egy nagy bunkós fegyvert, és a pöci-pöci markolatot odarakom, és egy nagy bunkós bottal fogok majd ezért pöci-pöcizni. Fölö. Hát elég szépen össze lehet majd itt alakítgatni a fegyvereket. És gondolom, itt lehet majd tesztelni őket. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Demóban egy picit bohóckodtam vele. A következő kereskedőnél már egyébként tudom, hogy melyik fegyvert fogom megvenni. És akkor azt rá fogom rakni erre a markolatra. Ilyen elektromos, ilyen bonk. Elég gormótlanul néz ki, de olyan sebzése lesz, hogy beszarok. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Kuc-kuc. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Még mindig nem szponzorált. He's fine, that old man. And do take care of yourself out there. És még egy dologra vagyok kíváncsi. Equipment. Én tudom ugye a kezeket. Hogy a kosztümnek van-e bármi jelentősége. Ez a ruha benne volt már a demóban is. Én most ezt fogom hordani. Karakterinfo. Az ég egyet a világon semmi nem változik. Arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e bármi jelentősége a ruháknak, hogy mi van rajtam, de hogy látom, nem igazán. Beszéljünk veled is. Welcome to Hotel Kral. My name is Polandina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Kral, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Kral. How may I be of service? Mit lehet nálad venni? Fairwell Catalyst? Ez a üzét tölti vissza, jól tudom. Visszatölti ugye a kezünknek az energiáját, ezt meg lehet dobálni. Jó. Na az a másik, az a kataliszt, az a stamina alatti három kék csíkot tölti vissza. Na, haladjunk szépen. Nem tervezek egyébként ebben a mai részben addig elmenni, mint ameddig a demo volt. Az jó két óra hossza. Talán elmegyünk Cseppettóig. Szevasz! Rád emlékszem, először beszartam. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, but we're safe. No. Egyszer. És hogyha használom, akkor teleportálni tudok, kezet váltani, meg ilyenek, jó. Tehát itt már nem működik a szintlépés. Mindenféleképpen vissza kell mennünk a csajhoz. Tamage! Hát, de maga ez volt nekik is.
szépen legyalulták az életemet. Elysian Boulevard was a regular rich people road. Figyelmetlen voltam, you wanted fancy illetve. Boutiques and shops. No place better. Right? That was long ago. Before the puppet frenzy. Ez tudja, hogy a másik oldalról nyílik, mert most megmondom. Nem működik a gomb. Kíváncsi, Paul. Fáj? Nem, hál' Istennek. Jó. Hát életből nem veszítek. Ezt már a demóban is megnéztem, de nem emlékeztem rá. Kutya. Gyere, kutya. Az ott lövöldözni fog? Igen. Minusz egy. Te ottan te csak ne lövöldözzél, jó? Adjál életet. Mi van benne? Loda. Nem ide jön. Jól láttam, jobb a védelmemből. Az sosem baj. De jók a fények. Tudok gyorsabban menni. Animáció megvan hozzá. Figyeld! Gyere csak ide! Hát az leesett. Shortcut lesz. Ide. Oké. Okay. Töltsük vissza a híleket. Jó. Ha már van shortcut, éljünk a lehetőséggel, ne viccelj. El sem megy odáig. Szomorodjál. Arra voltam az előbb. Fájhatott. Már erről jöttem. Meg ilyen. Jó, képben vagyok. Arra kell tovább menni. Várj, itt jön valami nagy darab, nem? Ilyen táposabb jócska. Aha. Igen, ő tápos Jóska volt. Tudunk szintet lépni. De ha jól emlékszem, akkor itt lesz a kereskedő, akivel én beszélgetni szeretnék. Ő nem a kereskedő. Oh, hello, szia! Ó, oh, neked is szia! Hol bujkáltál?
Honnan jött ide? Jaj. Akkor gyere te is. Nyádat azt. Ezt ki tudom nyitni? Nem. Igen, ott látom, hogy te lövöldöző, hogy szomorodjál össze. Majd még azt kéne megnézni, hogy a lövéseket ki tudom-e védeni. Szomorodjál össze. Jó, beszaladtam ide ezért a tárgyé. Az kell. Bármi is az, az kell nekem. Nagyon jó. Oda menjél fel. Ha. Az dobál valami elektromos szart. Mellé szaladt te haver. Fú, hallod, csak jussak fel hozzád. Meg fogunk halni, hogyha ez eltalál még egyszer. Az anyádat! Itt én most majdnem meghaltam. Ó, de jó, te még aztán kellettél. Cső. Igen, láttam egyébként a létrát, felmegyünk. Most dobáljál, te paraszt! Gyere csak, gyere! Akkor jövök én. Aha, itt majdnem leszaladtam. Ó, de jó vagy. Figyelj, mert mi van, ha én itt lepotyogok? Van egy ajtó, kinyílik. Nem. Ide lehet potyogni. Ó, hogy rohadjál össze! Tudom, hogy hova estem le. Itt vettem fel egy levelet. Hát én most veled nem akarok megküzdeni. Viszont, hogyha ezt megnyomom, akkor utána nagyon szívesen. Júz! Az igen!
Muszáj volt, bejött utánam. Jó, úgy érzem egyébként, hogy rá kell majd... Life amule. Rá kell majd nekem érezni erre a Perire. Mely a játék belekényszerít minket. Life amulet. Mennyi HP-t adsz? Most van... Halláltam az életerőmet. Szóval... Igen... Most van... 304, és hogyha ezt felveszem... Lesz... 325. Semmitől több. Jó, egyelőre nem. Mert veled akarok Why, beszélni. Hello! I didn't know anyone was alive out here. I know what you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Nem tudom, mi van az arcoddal. Vásároljunk. Ezt kérem, 1200-ért. Hú, igen. Ez jó lesz. Buj. Yes. Viszlát. Teleport. Igen. Hotel Krat. Ott van, írja X. Kiszúrja a szemem. Szóval, a fegyver, amit most vásároltam, az... Berakjuk ide másodlagosnak, így. Jól lenne tudni, mivel switch weapon. Jó, a D-pad jobb. Az ilyen. Nagyon jó. Egyelőre még nem fogom használni. Mert az a tervem, hogy a végéről azt az elektromos bunkós izét, azt, ami ott sokkol, azt a pöci-pöci fegyvernek a markolatára fogom rárakni. Legalábbis nekem ez a tervem. Na, szintlépés. Igazából azért jöttem. Adja csak a level up-ot. Arra nézzé. Jó, és akkor visszateleportálunk. Már tudom, hogy működik. Azt hiszem ide, innen jöttem el. Viszont nem is tudom, meddig kell elvinni a játékot ahhoz, hogy én a fegyvereket át tudjam alakítani. Azt hiszem következő boss után lesz. Legalábbis a demóban úgy volt.
merre? Onnan jöttem. És az a nagy dög nem respawnol. Mi emlékszem úgy, hogy demóban igen. Az a lift az nem működik, majd shortcut lesz. Jó, akkor kizárásos alapon erre jövünk. Imádom az ilyen zsivány dolgokat. Figyuka! Így van. Majd arra leszek kíváncsi, hogy a potiknak a számát mivel tudom majd növelni, meg a hatékonyságát, hogy többet töltsön. Nem jó. Mielőtt azt a tárgyat felvenném. De halljál már össze. Ne ugorj utána, te barom! Tudom, ezt a pillangót el kell kapni. Why is the ergo reacting like that? If you want to check it out, lényegében. I can take point. Nem emlékszem, hogy le akarok-e oda menni. Nyilván le. Aha. Már csak azért is eljövök erre. Na, először is itt van egy quest, amit fel lehet venni. Ennek a nőnek kell majd egy babát megtalálni. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last time one. My family took my baby from me. A baby must be with its mother. Ja, megtaláljuk. Thank you so much. Kai. Before I lose my sight. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? Oh, I hope everybody's safe. Oh, gyere! Na. Én ezt tekintem az első igazi halálnak. Az a leesés, az meg se történt, jó? Tudod mit? Gyere be! És itt rohadjál el. Ezt kérem. Hopszi. Ez valószínűleg nagyon rossz ötlet. Ez nyílik? Áú. Életem egyik legrosszabb döntése volt ide beszaladni. Oké.
Menjél csak vissza oda, ahonnan jöttél. Jó, az a lenti rész. De innen kijött valaki. Kinyitott az ajtót, és ezzel elérhetővé tette számomra a shortcut liftet. Mennék. Én még várok a csodára, hogy mikor indulunk el. Jó. Ezt add ide. Teleport. Krathoz megyünk. Megyünk meg szintet lépni. És ha mindegy az, akkor most jön egy boss. Mindjárt. Ezt még elintézzük. I know my way. Nope. Ezt akarom fejleszteni. Így. Mert ezt fogom mindjárt használni. I'll use my... Level up. Capacity kell nekem teherbíráshoz. Igen. Enyhén túlterheltnek. Írja a játék karakterünket, úgyhogy... ezt innen kiveszem. Meg fogom ölni egyébként azt a sintérköcsögöt, ne aggódjatok, csak szeretném először a fegyveremet összerakni, amit én így a játék elejére kinéztem magamnak, aztán majd, hogyha találunk jobbat, mert nyilván fogunk, akkor majd nyilván majd más fogunk használni. De én a demóban elég jót elbóckodtam vele. Nyilván videóban nem volt benne, mert utána raktam össze a fegyvert. De utána én elég jól elpóckodtam vele. Jó. Na, egyébként itt lesz az öreg. Come out, Geppetto! You got a lot to answer for! You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemists scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Ismersz, de jó neked. Or more like I know what you are. You're the devil's puppet. Az. You can't sneak past me. Die! Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already! Beszorultam. Figyelj, mert ez működik ellene. Dream or a nightmare?
Stop showing up already! Az a kés letetett támadásod. HP-val öljél meg. Are you a dream or a nightmare? Stop showing up already. Működik ellene pedig. Életet? Anyádat. Kill a Stalker! Lehetett volna jobban is, de ez egy köcsög volt. Minden támadását késleltette. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Mhm. Most kaptuk meg azt a cuccot, ami kell nekem. Most fogjuk magunknak összerakni a fegyvert. Na, meg ehhez a kapuhoz kaptunk egy kulcsot. Azt add csak ide. Na. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy milyen skálája lesz így. Jó. So about that weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. Szóval, assemble weapon. Na, és akkor az a lényeg, hogy itt úgymond pengéből, meg markolatból tudunk magunknak kreálni egyedi fegyvereket.
Tehát most van ez a rapír, meg van ez a bonk. Ebből csinálunk egy újat. Ez kell nekem. A markolathoz meg hozzárakjuk ezt. B-skála lesz technikre. Nem baj. Na, várjál, ezt alkalmazni kéne. Tehát a penge ez lesz, a markolat pedig ez. Jó. Weapon Assemble, igen, ezt szeretném használni. És ezért is kaptunk egy achievementet. Jó. Na. Szóval, a mostani fegyverünk az így fog kinézni. Ezzel fogunk így pöcsögtetni. Kicsit lassabb, mint a sima pöci-pöci. Áú! De nem olyan rossz. Van több életem. Erről, mint hogy több heal. Gyere, kutya! Gyere! Anyálat védekez egy folytában. Ezt véd ki. Itt erre van egy sorkat, ha jól emlékszem. Meg itt lesz majd a következő boss, de én oda már nem mennék el. Azért van még itt olyan rész, amit be szeretnék járni. Na, gyerünk. Viszont... kérem vissza a motyómat. Így. Meg majd szintet is kéne lépni. Valamikor. De a baba, amit keresünk, az itt lesz jobb oldalt. Ezért elmegyek balra. Komolyan utána mi jöttél? Na, úgy érzem, ezzel a fegyverrel el fogunk bohóckodni. Hát ez jó mellé ment. Na, szóval itt van az a baba. Legalábbis a demóban itt volt. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? Nem, oda ahhoz a bosshoz már nem megyünk be. Gyere csak ide! Mondom, gyere ide! Na. Jó. Visszamegyünk. Szintet lépünk. Vagy fejlődünk, kinek mi.
Tehát fura egyébként, hogy lassabb a fegyver így. Jó, mondjuk egyértelmű, hát egy nagy bonkot raktam a markolatunknak a végére. I'll use my... Adjál level up-ot. Ez kettő szint. Jöhet. I know my way around. Na, kettő kell hozzá. Jó. Na. Mit akartam? Na, innen kimenni. És akkor most fogjuk bejárni. Nem ehhez a részhez fogunk jönni. Ó, és jelzi, hogy hova kell vinni a quest itemeket. Nagyon jó. Oda megyünk. Jó. Na. Akkor az a lényeg, hogy innen fogjuk folytatni legközelebb, hogy a questet megcsináljuk, és utána szerintem haladunk szépen tovább. Meg akiket eddig életben hagytam, azokat mindig megölöm. Probléma van. Kicsikét túlterheltek vagyunk. Mi az, amire esetleg nincsen szükségem? Ennek van súlya amúgy? Hát ha van, ha nincs. Hát érződik a túlterhelés egy picit. Hát majd ezt orvosoljuk a következő szintlépésnél. Na, jól van. Srácok, innen fogjuk folytatni legközelebb. Én most megyek, megvágom ezt a videót. Ugye sok... Hát túl sok baki nem volt benne. Ott annál a csendőrnél haltam meg egyszer vagy kétszer, akit végül ott hagytam, de a következő részben megöljük. A szamárbossznál haltam meg egyszer, azt igazából ennyi. Ja, meg leesem egyszer a tetőről. Na, majd ezeket megkeresem. Na, szóval legközelebb folyt köpödik, most nézem a hajam meg hogy áll. Szevasztok.